Tiszteltel és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetésünk címe Csehül állunk, avagy jöjjön el a országod elnézést az idétlenkedésért, bár hát a célt igyekszem mindig minél blickfankosabbra csinálni, annak érdekében, hogy felkeltsem az érdeklődést, bár hál' Istennek az érdeklődésetek, és ezért nagyon hálás vagyok folyamatosan fel van keltve, csak hát valóban igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy előleg ezért bizalomnak, bizalomnak tekintve ezt a figyelmet hát rá is szolgáljak a, a jövőben is. Az, az apropóját ennek a cseh, állunk, avagy jöjjön el a, a Csehországot, az adja, hogy Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki egyébként mostanában rendszeresen nagyon érdekes, inspiratív elemzéseket készít, nagyon sokféle társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális, demográfiai kérdéskörben. És legutóbb ez egy nagyon drámai összehasonlítás volt, Csehországgal hasonlította össze Magyarországot a elmúlt év, a rendszerváltás korszakában, hogy hogyan vitézkedett ez a két egymással ezer éves történelmi kapcsolatban lévő ország. És a történelmet itt azért kell megemlíteni, mert ez a ez a magyar nyelvben régóta meghonosodott fordulat, hogy, hogy csehül állunk. Tehát amikor valami nagyon rosszul áll, akkor azt mondjuk, hogy hát csehül állnak a dolgok. Ennek az eredete, hát egészen pontosan, persze senki nem tudja, de az eredete nagy valószínűséggel negyedik Lászlónak a morva mezei csatában a csehek felett aratott győzelme. Jelenti 1278-ban, amikor uh, Rudolf császát uh, hát segítettük, az burgokat segítettük abban, hogy uh, hogy leverje a cseheket, maga Otokár cseh király is uh, itt, Morva mezőn -e a halálát, és hát nagy valószínűség, mivel a csehek számára ez uh, hát uh, ilyen mondjuk mohácsos hasonlatos érzelmeket kelt. És hát ez persze mondjuk bár nagyon-nagyon távoli dologról van szó, hiszen lassan 800 éve lesz, vagy 750 éve, ezért a megbékélés azóta már nyilván többször is végbe mehetett, de, de kétségtelen ez azért érzelmileg, Mindenféleképpen megmaradhatott különböző szólásmondásokban. Egyébként a cseheknél is, a magyarokkal kapcsolatban azért vannak a csennyelv mélyén olyan elemek, amelyek hát arra utalnak, hogy a történelem során azért időnként valóban igen súlyos csapásokat mértünk kölcsönösen egymásra. Valószínű az is, ez a csehül álló fordulata a magyar nyelvben abból is ered, hogy ezt követően a csehek valójában hosszú évszázadokon keresztül a Habsburg birodalom, hát ugye ők se voltak túlságosan, geo, 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 geostratégiailag ők se voltak túlságosan szerencsés helyen, tehát elég nehéz lett volna megakadályozniuk, nem is tudták megakadályozni azt, hogy lévén a Habsburg birodalom kellős közepén, hogy hát ne váljanak egy örökös tartományá, elveszítve a formális, tehát ugye önálló királyságként való létezésüket. Ám az is igaz, hogy uh, tanultak mindebből, és uh, abban a történelmi pillanatban, amikor erre lehetőség nyílt, akkor Gamatos túl visszavették mindezt, Lász Csehszlovákia létrehozása, és hát azért azok a, a kölcsönös kapcsolatokra szintén nem túlságosan uh, jó fényt vető összefüggések, ami a Benes Dekrétum és a többiből következik, de, de, most nem is ez a feladatunk. értelmszerűen a térség minden népe itt az elmúlt ezer évben volt talán szövetségese is egymásnak, de Ádáz ellenfele is. Most örüljünk egyelőre annak, hogy a visegrádi négyek, és ugye Károly Róbert, királyunk éppen erre tett kísérletet. Ez volt az első kísérlet, hát egy, nem egészen egy évszázad a morva mezei csata után, hogy mégiscsak valami békés együttműködést teremtsen a térségben, és nagyon helyes, nagyon helyesen. Uh, Antal József miniszterelnök is tett arra kísérletet, végül is maga a V4 valójában uh, ott uh, ez a genezise, amikor a rendszerváltás hajnalán uh, Antal József miniszterelnöksége alatt uh, zajlott le az első olyan találkozó, ahol a a térség országai hát legalábbis kísérletet tettek arra, hogy a történelmi sebeket együtt kölcsönösen begyógyítsák, és hát inkább a jövőben lehetséges együttműködés lehetőségeit vagy útjait keressék. Zárója bezárva, ez inkább csak bevezető akart lenni. Ami, amire most ki kellene térnünk, az tehát az, hogy Hát ha így mondjuk, hogy csehül állunk, fú, hát, hogy ez a rossz szinonimája, nyugodtan hozzá tehetnénk, hogy bár csak csehül állnánk, bár csak úgy állnánk, mint a csehek, mondjuk az elmúlt 32, és jövőre, ahogy beszéltünk róla, már 33. évfordulója lesz, 89-nek, és akkor ugye ott tartunk, hogy a térség minden országának, Magyarországnak a leglátványosabban, de a térség minden országának el kell számolni azzal, hogy 33 év telt el 89-től 22-ig, pontosan ugyanannyi, mint amennyi 56-tól 89-ig. 56 értelemszerűen persze elsősorban számunkra, magyarok, szám, magyarok számára mérföldkő hiszen így zajlott le a legnagyobb dráma, de azért Lengyelországban is, hiszen bizonyos értelembe véve a magyar események nem csak én mértékben, éppen abból nyertek bátorságot és energiát, ami Lengyelországban néhány héttel előtte lejátszódott, és ha nem is akkora a politikai fordulatot, mint Magyarországon, de azért mégiscsak hozott, hozott magával. De az egész térség számára, hiszen 56 a 20. kongresszus, a szovjet kommunista párt 20. kongresszusa, és az a bizonyos titkos beszéd, amit Túzscsovot elmondott, az, az mégiscsak egy olyan 33 éves korszaknak a nyitánya volt, amelyik azzal a rémálom szerű pusztító mocsoktengerrel, ami az azt megelőző évtizedet jellemezte, azért vala, valamilyen szintig mindenféleképpen szakította. a rendszer, lényege természetesen nem változott, de innentől kezdve legalább arra, lehetőség, arra nyílt lehetősége a térség országainak, hogy a nyílt brutális és véres terror elcsitultával, Ja, hát legalábbis belekezdjen abba a nemzet újjáépítő munkába, és a, a Kádár korszak egyes szakaszában, különösen a 60, mondjuk 68-tól 78-ig, erre azért tág, beszéltünk erről néhányszor, természetesen abszolút nem kell megemelni, felemelni, és pláne nem dicsőíteni ezt a korszakot, de tudomásul kell venni, hogy nem monolitikus volt ezt követően már, tehát mondjuk 45-től 56-ig talán igen, de 56 után már nem monolitikus a rendszer, igenis lehetőség van bizonyos nemzetstratégiai érdekek megjelenítésének, láss népesedési vita Magyarországon a 60-as évek során. Tehát igenis meg lehet jeleníteni a sorskérdéseket, és ezért nem kerülhetik ki a, nem kerülhetik ki a térség országai, hogy szembenézzenek azzal, majd ha érünk jövőre, reméljük, akkor azért még létezik az egy pogár naplója, hogy ne tegye mérlegre a két időszakot, hogy mennyivel teljesített jobban ez a 33 év, 89-től 22-ig, mint az azt megelőző 56-tól 89-ig. Ha a csehekkel hasonlítjuk össze magunkat, majd mindjárt egy picit tágabbra nyitjuk, rázumolunk, az, illetve hát először eltávolodunk, aztán rázumolunk egyes kérdésekre, de ha a csehekkel, ahogy Matócsi Győz is tette, a csehekkel hasonlítjuk össze magunkat, a leglátványosabb elemei a különbségnek, mert hát sajnos nagyon nagy különbség van a magyar út, meg a cseh, út között ebben a hát 89-től mostanáig 32 évben, jövőre már 33 évben, és ezek a leglátványosabban például a népesedésben mutatkoznak meg, Csehország népessége egészen kismértékben csökkent csak, és a termékenységi ráta a legmagasabbak között van Európában, volt versenyben a harmadik helyen van, hát az első helyen értelemszerűen Izland, meg Írország, meg hát részben Franciaország van, de hát Franciaországban azért, bocsánat, nem egészen a, a a franciák azok, akik ezt a magas termékenységet, de ezt az zárója lett, azt mielőtt kinyitnánk, be is zárhatjuk, bár majd egyszer erre is érdemes lenne kitérni, hogy az európai termékenységi rát mondjuk Svédország termékenységi rátája valóban a svédektől olyan magas-e. Hát Franciaországban egész biztos, hogy nem a, a franciák miatt. De, de közvetlenül Izland, Írország, Franciaország után többnyire Csehország következik. Általában 1,7-1,8 között tudta tartani a termékenységi rátáját, ami persze alatta van a szükséges 2,1-nek, de a kelet-közép-európai -kelet térségben messze a legjobb eredményt produkálta ezen a ezen a téren, ezért a népesség, és mivel a születéskor várható élettartam is sokkal kedvezőbben alakult, mint Magyarországon, ezért a népesség csak egészen kismértékben ö, csökkent, szemben Magyarországgal, ö, ahol hát már most is tulajdonképpen, ha 32 évet nézzük, de különösen, ha majd a 33 évet nézzük, egészen biztos, hogy több mint egymillióval millióval többen haltak meg, mint amennyien születtek, vagy több mint egy millióval születtek kevesebben, mint amennyien meghaltak. Az eredmény persze ugyanaz, de érdemes mind a két irányból rátekinteni erre a folyamatra. Ez talán a térség egyik legnagyobb drámája ebben az időszakban, ami Magyarországon történik. Most talán örülhetünk annak, talán a következő alkalommal, vagy a következő alkalmak egyikében erről a nagy demográfiai csúcsról is szeretnék majd beszélni, hiszen szerencsére azért vannak kedvező irányú változások, noha ezért, ezért hatalmas árat fizet nagyon helyesen egyébként a magyar társadalom mert a mélypontról, ami 1,28 volt a termékenységi rátában, most azért már stabilan 1,5 felett vagyunk, de még mindig elég messze a csehek 1,7-1,8-as, egy egy és hát nagyon-nagyon messze attól a szintől, a 2,1-től, egy től ami ahhoz kellene, hogy stabilizálódjon az ország. Népessége. Hasonlóan nagy és drámai különbség mutatkozott meg abban is, hogy még nálunk másfél millió munkahely szűnt meg a rendszerváltás első három, 4 négy éve során, mondjuk 89 93-ig, ez a cseheknél körülbelül 150 ezer volt. Tehát nálunk másfél millió, nálunk 150 ezer. Hát azért azt hiszem nem kell ahhoz szakképzett foglalkozás politikusnak lenni, hogy, hogy érzékelni tudjuk a különbséget, hogy nálunk ugyanolyan átalakulási folyamatban másfél millió munkahely szűnt meg a cseheknél, lényegében azonos népesség mellett mindössze 150 ezer. Emögött egyértelműen az az alapvető összefüggés húzódik meg, ami szintén a legfájdalmasabbak közé, különbségek közé tartozik, hogy hihetetlen gondol, ügyességgel, leleményességgel voltak képesek a tradicionális és azért nem akármilyen ipari tradíciók, elsősorban az emberi tényező, területén, tehát uh, hatalmas értékű tudások, készségek, képességek, alkotó közösségek léteztek abban a komplexumban, amit cseh iparnak neveztek. De hát tegyük mindjárt hozzá, hogy ez, ha nem is annyira látványos módon, mint országban, de azért Magyarországon is így volt. Nekünk is volt néhány a szó szoros értelmében világmárkánk, például Icarus tehát igenis volt, voltak olyan iparágaink, amelyeket, ha mi is úgy vittük volna a végbe mindezt, mint a csehek, akkor nem csak meg lehetett volna menteni, hanem világmárkaként is fel lehetett volna tartani. Bizonyos értelembe véve azt is tehettük volna, hát ez azért mondjuk a cseheknek és a lengyeleknek sem sikerült, bár lényegesen jobban mint nekünk, hogy saját multikat, transnacionális óriás vállalatokat tudunk ezekből kinevelni, mint ahogy például a kis tigrisek, a kelet-ázsiai országok a legsikeresebben Dél-Korea tette. Ha a térség egészét, tehát nem csak a csehekkel hasonlítjuk össze magunkat, akkor hát összességében is sajnos inkább szomorú dolgokat tudunk elmondani hiszen a térség nagyjából három részből áll. Kelet-Németország, Csehország és Szlovénia történelmileg is mindig egy különálló része volt ennek a térségnek, legalább annyira tartozott a nyugathoz, mint a kelethez, hát főként Kelet-Németország. Tehát nincs semmi meglepő abban, hogy a legjobb helyzetben, tehát ha megvonjuk ennek a 32-33 évnek a mérlegét a legjobb helyzetben ezek az országok középen éppen Csehországgal, tehát Kelet-Németország, Noha Kelet-Németország esetében hozzá kell tenni, hogy az a felfoghatatlan tömegű transfer, amit az egyesítés után kaptak, azért ebben szerepet játszott, és még így is van óriási eltérés változatlanul a két ország rész között, és azért ehhez is hozzá kell tenni, hogy demográfiai értelemben Kelet-Németország Magyarországnál is sokkal hosszabb helyzetben van. De ezzel együtt is, Tudomásul kell venni, hogy ez a három ország, illetve országrész, Kelet-Németország, Csehország és Szlovénia történelmileg is mindig kedvező helyzetben volt, és összességében ezt a pozíciójukat tartani tudták. Ma mint három ország, illetve országrész hát előnyösebb helyzet, relatíve is előnyösebb helyzetben van Magyarországhoz képest, mint 32 évvel ez előtt volt. Tehát itt slightly, tehát kismértékben itt is pozíciót vesztettünk. Ezek az országok, országrész mindig is előttünk jártak, de úgy összességében, különösen a csehekkel összehasonlítva, amiről az előbb beszéltem, kifejezetten rosszul állunk. A középső régió, ahol az igazi versenytársaink vannak, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Horvátország, és tulajdonképpen a balti köztársaságokat is, bár a bal sorsuk ugye a Szovjetunió részévé tette őket, de őket is ide sorolhatnánk. Sajnos összességében itt is ezek velünk azonos történelmi pozíciókból induló országok, ha kismértékben is, de itt is azért inkább romlott a a pozíciónk, és persze hát azok vannak mögöttük, most nem is sorolom fel azokat a mögöttünk, azok az országok, amelyek történelmileg mindig is messze-messze mögöttünk álltak. De ha már erről szó esik, akkor azért tegyük hozzá, ugye eddig a demográfiát említettük, a másik a a térség népeinek egészségi állapota, és itt uh, talán a legrosszabb a pozíciók, mint még hozzá tartósan rossz ez a pozíció. A nagy romlás persze a 70-es, 80-as években ment végbe, ami formálisan még az előző rendszerhez tartozik, de azért nagyon fontos hozzátenni, hogy ez már az akkor még abszolút nem létező SDS totális uh, diktatúrájának némileg rejtett diktatúrájának köszönhető. Tehát ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy 1968 a gazdasági mechanizmus reformja, ez a akkor még formálisan nem létező, de a Deep State-ként a Magyar Államba beépült SDS-nek a műve volt, és ami ezután történik, az az részben édesgetés, amiről az előbb beszéltem, esélyt ad látszólag legalábbis, ezt ki is használja, különösen a falusi társadalom, de aztán írtózatos erővel visszacsap. És hát ezzel el is érkeztünk valójában a legkényesebb, igyekszem majd finom fogalmazni, a legkényesebb kérdéshez. A térségen belül azok az országok sikeresebbek, ahol egyességet lehet kötni a, a lokális SDS-szel, akkor fogalmazunk így a nem létező globális főhatalom lokális ügynök hálózatával, amit nálunk az SDS testesített meg. Tehát ahol emberséges egyességeket lehetett kötni, a cseheknél, ez volt a, leg, a volt a legsikeresebb ez a a lokális, a, globál, a, nem létező globális főhatalom a lokális ügynök hálózatával való egyesség. Csehországban volt a legsikeresebb, Lengyelországban is sokkal sikeresebb, mint nálunk itt a lehető legpusztítóbb STS működött. Hát elég mondjuk Kornis Mihályt idézni, hogy mi sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket. Elég Eszterházi Péter, itt beszéltünk is róla, így gondozta a magyar, magyarodat. Tehát az a provokatív, cinikus, és hát tegyük hozzá valóban nemzetroncsoló stílus, amivel Eszterházi Péter mindezt megfogalmazta, a szem önmagáért beszélt. Sok-sok keserűség fog itt még előjönni. A lényeg az, és erről még sokat fogunk beszélni az előttünk álló mód felett kalandosnak ígérkező fél év során a jövő évi választásokig, hogy akkor tehát azt mondhatjuk, hogy eltelt 33 év, és a rendszer, hát legfőképpen Magyarországon, és érdekes módon talán Romániában, de nagy valószínűséggel kvázi polgári háborús helyzet fog kialakulni a Lengyelországban, is, tehát, tehát a térség jelentős országaiban, a csehek ebből a szempontból is azért szerencsésebb helyzetben vannak, tehát a térség három nem lényegtelen országában, Magyarországon, Lengyelországon, és Romániában kvázi polgárháborús állapotokra lehet számítani jövőre és az előttünk álló néhány év során, ami alapvetően erre a történelmi meghasítottságra vezethető vissza. A politikai diskurzus tér rohamos degenerálódása és önpusztító mi volt az, hogy egyre lehetetlenebbé válik hogy az adott ország, jelen esetben Magyarország népe elbeszélje a helyzetét és megbeszélje a teendőit. Tehát ha csehül állunk, bár állnánk csehül és jöjjön el a csehországot, mondhatnánk némi blaszfémiával, Mindez arra kell, hogy figyelmeztessen minket, hogy a legfontosabb történelmi feladat az, hogy végre legyen egy olyan uralmi csoport Magyarországon, amely képes türelemmel, szelítséggel, alázattal elbeszélni a tényleges helyzetünket, és rábírni a magyarok többségét arra, hogy valóban igyekezzen ezen túl, hanem akarja újabb történelmi tragédiába taszítani magát, elbeszélhetővé tenni a helyzetét, és megbeszélni a valóságos történelmi teendőit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.